Újabb mérföldkőhöz érkezett a nyírbátori asztalitáni sport, mondta az avató ünnepségen Csekő Sándor klubmenedzser, mivel az egyesület sínyelven szólva pályaszállást tud biztosítani a városban versenyző vagy edzőtáborozó pingpongozóknak. A Györfi Tibor edzésközpont épületében alakította ki 6 szobát, ahol összesen 16-an férnek el. A 30 millió forintos költségvetés egy része a szövetségen keresztül érkező állami forrás volt, emellett az egyesület és az önkormányzat biztosította a fennmaradó összeget. Nekünk egy nagyon fontos helyszín és egy nagyon fontos sportegyesület, civil szervezet a nyírbátori asztali tenisz sportegyesület, és nem csak azért, mert olyan eredményeket érnek el az itt sportoló gyerekek, ami a város hírnevét nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is feltette a sport térképére, hanem egy igazi közösségként működik, egy olyan helyként, ahova nyugodtan engedik el a szülők a gyerekeket, ahol a gyerekek sportolhatnak, mozoghatnak, jól érzik magukat, jó közösségben vannak, és nem csak a sportra, hanem az életre is nevelik itt a fiatalokat, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szempont. Az egyesület legeredményesebb versenyzőire, Tölgyes Dorottyára és Majoros Bencére utaló Tölgy Major vendégházra keresztelt létesítménybe nem csak a környező országokból várnak asztali teniszezőket. Kapcsolatai révén Karsai Ferenc is segíti majd a nyírbátoriakat. Ő egy Nagykállóból elszármazott asztali teniszedző, aki az osztrák válogatottnak volt a szövetség kapitánya, és az utolsó európai férfi világbajnok edzője volt. Ő hazaköltözött Kiskunfélegyházára, de mivel nagyon jó a kapcsolatom vele, és szívesen dolgozik máskor is, Ausztriába is, Belgiumba is, és azt mondta, hogy ő ide nagyon szívesen hozna olyan kaliberű asztali teniszezőket, akikkel mondjuk nem csak Tölgyes Dorottya, de akár Majoros Bence is, hogyha hazajön, és itt hol tartózkodik, akkor nagyon magas színvonalú edzés munkába tud részesülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy európai klasszis asztali teniszezők is meg fognak fordulni ebbe az egységbe. A hétvégén a serdülő Top 24-es versenyen már teltház lesz az új létesítményben, a két ünnep között pedig a magyar és a román ifjúsági válogatott edzőtáborozik majd Nyírbátorban.